gondolom, hogy ezen a mai estén sem tudunk másképpen fordulni az Istenhez, engesztelünk téged, bocsánatodat és áldásodat kérjük. Mit is jelent az engesztelés? Jelenti azt, hogy felelősek vagyunk a másik emberért is. Nem csak a saját bűneinkért kell az Istent engesztelni, hanem a mások bűneiért is. Mert a bűn büntetést von maga után. És ezért akkor, amikor engesztelünk, akkor látni kell a világnak bizonyos szörnyűségeit, nehézségeit, hiszen a szomszédunkban háború dúl. Mi talán ezeket a borzalmakat nem is tudjuk, hogy mit jelent. Vannak, amik titkosak mindannyiunk számára, de egy biztos, hogy a háborúban nagyon sokan szenvednek, és a háborúban nagyon-nagyon sok borzalom és szörnyűség történik. És engesztelnünk kell az Istent ezekért a bűnökért. De engesztelni kell a Jóistent a saját magunk bűneiért is, és az Istennek a bocsánatát kell kérni. Mert egyre jobban látjuk és tudjuk, hogy az Isten irgalma nélkül elveszünk. Ha Isten nem könyörül rajtunk, ha az Isten az ő isteni gondviselését nem mutatja meg rajtunk, akkor elveszünk. És ha akarjuk, ha nem, ha elfogadjuk, ha nem, egyre nagyobb a meggyőződésem arra vonatkozólag, hogy egyetlen egy út létezik, Krisztusnak az útja. Ha élni akarunk, ha az emberiség élni akar, akkor nincs más út, csak Krisztus útja. És ezért fontos, hogy az Istennek a bocsánatát kérjük. Bocsánatot kell kérnünk mindazokért a bűnökért, amiket tettünk Isten vagy embertársunk ellen. És bocsánatot kell kérni a Jóistentől a mulasztásainkért is. Mert azt gondolom, hogy talán a mulasztás a legnehezebb dolog. Mert miközben felgyorsult világban élünk, valóban az a nagy kérdés, hogy jól tesszük a dolgainkat, ami az Istené, azt megadjuk az Istennek? Vagy csak saját magunkkal törődünk, és csak a saját magunk önző világában élünk? Akkor, amikor én magam is sokféle feladattal birkózom, akkor gyakran fölmerül bennem az a kérdés, hogy Istenem, valóban jól teszem a dolgaimat? És mindig azt kérem tőle, hogy segítsen engem abban, hogy felismerjem azt, amit nekem kell megtenni. És a sok feladat között, amikor rangsorolnom kell, akkor a legfontosabbakat el tudjam végezni. És ami nem annyira fontos, azt el kell engednem. És tudom, hogy van, amit el kell engednem, van, amit nem tudok megtenni, akármennyire is szeretném. Azt gondolom, hogy talán mások is lehetnek így. Látni a fontos dolgot az életünkben. Mi az, amit meg kell tennem a Jóistennek, mi az, amit meg kell tennem a családomért, az embertársaimért.